Üdvözöllek benneteket! Folytatjuk videósorozatunkat, melyben az évvigi záróvizsgára készülünk. Aktuális feladatunkban számkifejezés értékét számoljuk, illetve a feladatban szerepel még az ellentét szám, a reciprok érték és az abszolút érték. Adott az A kifejezés, mínusz 3 szorozva, abszolút értékben 2 mínusz 7, abszolút értékbe zárva, plusz 5-ször abszolút értékben mínusz 2 plusz 3 plusz 4. Ha majd kiszámoljuk az A kifejezésnek az értékét, a végén ki kell, hogy számoljunk, mennyi lesz a mínusz A, az 1 per A, illetve az abszolút érték A. Számoljuk ki először is az A kifejezésnek az értékét fontos a műveletek sorrendje. Mivel a feladatban szerepel abszolút érték, így akkor először is az abszolút értéken belül található műveleteket oldjuk meg. Az egyik ilyen művelet, a plusz 2 és a mínusz 7, különböző előjelű számok összeadása, abszolút értékben a mínusz 7 a nagyobb, tehát az előjel mínusz lesz, 7 mínusz 2 az 5, tehát ez mínusz 5. Van még egy abszolút értékünk, melyben szerepel a mínusz 2, plusz 3 és plusz 4. Amikor kettőtől több számot szeretnénk összeadni, érdemes csoportosítani őket. Kezdjük először is a pozitív számokkal. Plusz 3 plusz 4 az plusz 7, míg a negatív számokból csak a mínusz 2 található. Ha összeadom a plusz 7-et és a mínusz 2-t, abszolút értékben nagyobb a plusz 7, tehát plusz lesz az előjel, és 7-2 az 5. Miután kiszámoltuk az abszolút értéken belüli kifejezések értékét, írjuk vissza őket. Az A tehát egyenlő lesz, mínusz háromszor, abszolút értékben most a mínusz ötöt írom. Folytatom tovább a másolást, plusz öt szorozva, és a másik abszolút értékben a plusz ötöt írjuk. Számoljuk ki az itt látható abszolút értékeket. Tudjuk, hogy az abszolút érték mindig pozitív, így akkor a mínusz 5-nek is az abszolút értéke plusz 5, illetve a plusz 5-nek is az abszolút értéke plusz 5. Így már nem lesz nehéz kiszámolni az A kifejezés értékét, hiszen két egyszerű szorzatot kell, hogy megoldjunk. Az egyik szorzat mínusz 3 szor 5, a másik szorzat pedig 5 szor 5. Úgy szintén először a szorzatokat külön-külön elvégezzük, mínusz 3 szor 5 az mínusz 15, és plusz 5 x 5, pedig plusz 25. A két szám közül abszolút értékben a 25 a nagyobb, tehát az előjel plusz lesz, és ha a 25-ből kivonjuk a 15-öt, a különbség 10, vagyis az A-nak az értéke plusz 10. Miután kiszámoltuk az A kifejezésnek az értékét, nézzük először is, hogy mennyi lesz ennek az ellentét száma. Valójában csak annyi a dolgunk, hogy megváltoztassuk az előjelét, tehát, hogyha az A-nak az értéke plusz 10, akkor a mínusz A mínusz 10 lesz. Nem lesz nehéz az 1 per A kifejezést kiszámolni, valójában az A-nak a reciprok értékét vesszük, az egyet csak lemásoljuk, az A-nak az értékének pedig vesszük a 10-et, így tehát az A reciprok értéke az egy per 10. És maradt még az A-nak az abszolút értéke, figyeljük, hogy mennyit kaptunk az A-nak az értékére, A-nak az értéke plusz 10, ha ennek keresem az abszolút értékét, az úgy szintén plusz 10 lesz. Ezzel feladatunk végéhez is érkeztünk. Köszönöm a figyelmeteket!